és most már csak a szavazás van hátra, ugyanúgy, mint legutóbb. Most is van egy 10 tagú társadalmi zsűrink, akik elmondják a maguk véleményét, hogy vajon a szegedi főiskolások vagy a nyíregyháziak tetszettek-e nekik jobban, a szegediek Békés Csabán, illetőleg a nyíregyháziak Hajdúböszörményben. Hadd szólítsam először őket, aztán természetesen a villanyszavazással Kaposvár lakossága újra leadhatja maga voksát. És most akkor szólítom sorra a mi társadalmi zűrünk tagjait. Az első, az ügyeletes bemondónőnk, legalábbis úgy tudom, hogy ő ma az ügyeletes, Kudlik Júlia, aki hivatalból is gondolom nézte a műsort, tehát szerinte a szegediek Békés Csabán, vagy a nyíregyháziak Hajdúböszörményben. Ez egy csókolom. Igen. Tehát Hajdúböszörmény. Köszönöm szépen. A következő, aki a telefonvonalban vár, hogy leadja a voksát, Pióker Ignác, nem hiszem, hogy nagyon be kéne mutatnom. Halló? Náci bácsi, szervusz, jó estét! Köszönöm szépen, tehát a szavazatod Hajdúböszörmény, illetve a nyíregyházi főiskolázsot. Köszönöm szépen, remélem jól szórakoztál. Halló? Igen, Engei László vagyok, harmadéves történelem, igazok. Hát ilyen komoly tanulmányokat folytató fiatalember nyilván a saját tanulmányai szemszögéből is figyelte. Melyik oldalra voksol? Nagyon nehéz a választás, de egy fokkal talán a szegedieket tartom jobban. Vagyis Békés Csaba. Békés Csaba, igen. Köszönöm szépen. Tehát eddig 2-1 a Hajdúböszörményben működő nyíregyházi főiskolás csapat javára. Kérem szépen Szántó Eftás, már ne haragudjon, miután a többiek itten. Mikár László amúgy is zsűritag, őt így is számoltuk. De a két tanácselnök nem szavazhat, tessék megmondani, hogy hova voksol. Ez nem a te van nyomda miatt. Nem, nem, nem? Jó, akkor kettő. Köszönöm szépen. Tehát ön akkor a kiegyenlítette az állást, 2-2. A következő, akit hívunk, és aki a vonalban vár, Varga Balázs, nem hiszem, hogy többet kell mondanom, mint ha azt mondom, hogy fabula. Igen, itt vagyok. Igen. Hát én rendszerű rossz osztályozó vagyok, én mikor vizsgáltam, akkor sem tudok mindenkinek javest adok. De talán mégis a köszönményekre. Nagyon köszönöm a szavazatot. Gondolom a nyíregyháziak még inkább, tehát 3-2 az állás Nyíregyháza javára. A következő a vonalban Sándor Judit, Kossuth Díjas operaénekesnőnk, kezi csókolom. Na most én különben annak örülök, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel, mert azt hiszem, hogy a Hajdúböszörményiekre adandó voksommal egyedül fogok állni. Ugyanis hát ezt egy pillanatban még meg is akarom magyarázni, mert mégis a városának adottságai annyival nagyobb lehetőségeket nyújtottak a fiatalok számára, hogy bizonyos szempontból könnyebbnek tartottam az ő dolgukat, úgyhogy éppen ezért ítélem meg nagyon a Hajdúböszörményieket, hogy a szerényebb lehetőségekkel ügyesen és összetetten tudtam bánni, tehát én rájuk szavazom. Köszönöm szépen. A következő kedves kollégám Horváth János. János. Tehát Hajdúböszörmény, illetve Nyíregyháza. Köszönöm szépen. Halló. Halló. Fekete elvtárs, hall engem jól? Igen, igen, igen. Tessék mondani, és melyik csapatra szavaz? Egy picivel jobbnak láttam a nyíregyházi csapatot, úgyhogy a Hajdúböszörményieknek, illetve Nyíregyházi csapatoknak. Én most jön Gubics István, akit pedig én elég sok kínos kérdéssel gyötörtem a múltkor. Engedje meg a Hajdúböszörményi elnök helyettes elvtárs kollégám, hogy neki külön is gratuláljak a kérekért. És hát a döntésem végül mégiscsak az, hogy úgy érzem, hogy tényleg az adottságokhoz viszonyítva Hajdúböszörmény. Hát e pillanatban az állás 2-4-6-7-2. A nyíregyházi főiskolások javára Hajdúböszörményben, és hátra van még, akit nem kell szerencsére telefonon hívnom, Dikár László. Én a népdal szavazatok alapján a Hajdúböszörményeket képviselő nyíregyháziakra szavazok. Köszönöm szépen. Tehát a 10 tagú zsűrink 8-2-6-8-2 arányban
szavazott a nyíregyházi főiskolásokra, illetve a Hajdúböszörményi várost bemutató műsorra. Így hát a nyíregyházi főiskolások, akik ott most, ha jól látom és jól érzékelem, eléggé boldogan állnak,